Digitális felzárkóztatás. A Paszabi Általános Iskola is része annak a pilot programnak, amely a leghátrányosabb helyzetű települések felzárkóztatását teszi lehetővé. Törvényszéki változások. A közigazgatási bíróságok felállításával az eddig Nyíregyházán és a megyében folytatott eljárások Debrecenbe kerülnek. Életmentő egyesület. Az elmúlt 8 évben 4000-nél is több állatot mentett meg a PCAS Állatmentő és Környezetvédő Egyesület. A Paszabi Általános Iskola is része annak a pilot programnak, amely a leghátrányosabb helyzetű települések felzárkóztatását teszi lehetővé. A Kölcsei Televízió iradóját látják. Köszöntöm Önöket! A Minden Gyermek Lakjon Jól Alapítvány kezdeményezésének célja, hogy a leghátrányosabb helyzetű települések lakói digitálisan felzárkózzanak a szerencsések körülmények között élőkhöz. Ez olyan digitális eszközöket kapnak az oktatási intézmények, mint a laptop, iPad, drón vagy a játékos angol tanulás is lehetővé tevő robot. Hosszú távon a település tervei szerint erre épülő képzéseket is indítanak majd. 2010-ben indította el a Minden Gyermek Lakjon Jól Alapítvány azt a mini háztáji programot, amelynek keretében 845 település gyermekes rászoruló családjai kaptak háztáji állatokat. 2010 és 2014 között közel 2 millió állatot osztottak szét, főleg napos csibét, kacsát, malacot és nyulat. A felhívás annyira jól sikerült, hogy ennek mintájára most egy digitális felzárkóztatás segítő programot indítottak. Elindítottuk az ország, ez a 6 pilot település, itt próbáljuk ki már egy évvel ezelőtt a Szingapurból átvett robot Lego programot, ami abban indul ki, hogy nem információs tudást, hanem digitális alapkészséget kell az egész kicsiknek oktatni ahhoz, hogy tartósan föl tudjanak zárkozni, tehát ne történjen még 5-10 év múlva, vagy megint nincs munka. Ez olyan sikert ért el, ugye én hetente jöttem le, szóval még az én reményeimet is felülmúlta. Na most, ezen felbuzdulva, tavaly már ezt kiterjesztettem a fiatalokra, tehát a 40 év alatti közmunkások, illetve a 16-22-es korosztály, aki nem tanul tovább. Négy nagy kereskedelmi üzletlánc is bekapcsolódott a programba. Az Aldi, az Auchan, a Lidl és a Spar anyagi támogatásával, valamint a Klebersberg központ hozzájárulásával lehetővé válik, hogy a gyerekek ne csak az iskolákban sajátíthassák el az elméleti anyagot, hanem gyakorlatban is kamatoztathassák a megszerzett tudást, és ezt otthon is tudják gyakorolni. Először is a 6 pilot intézménybe eljuttattuk azt a 3 eszközt, amiről ma itt főtanácsadó asszony beszélt, tehát mindenhol van Lego robot, mindenhol van egy drón, és mindenhol van egy 3D-s nyomtató, ez az elsődleges, és a másik pedig, hogy mögé álltunk annak a kezdeményezésnek, amit főtanácsadó asszony elindított, hogy a gyerekeknek otthon is legyen eszközük, tehát ne csak az iskolán belül tudjanak majd ezekkel az okos eszközökkel részint játszani, részint tanulni, tehát én azt gondolom, hogy itt mind a kettőnek arányban kell lennie. Így 44 darab tablettet hoztunk most úgy le, hogy a tankerület igazgatók, Bódis államtitkár úr, illetve a Klebersberg központ vezetése a saját pénzéből természetesen adakozott, és így 44 darab tablettet hoztunk most le. Hosszú távon szeretnék ezeket az eszközöket használni az iskolákban, ezért folyamatosan és egyre többre lenne szükség. Ezért a Minden Gyermek Lakjon Jól Alapítvány arra kéri a magánszemélyeket és a cégvezetőket, hogy a leselejtezni kívánt, működőképes digitális eszközeiket juttassák el az alapítványhoz, hogy továbbítani tudják a programban résztvevő iskoláknak. Ez azért is fontos, mert Paszabon például a későbbiekben ezen digitális eszközök használatára épülő képzéseket is indítanak majd. Anyagileg is támogatható a program a 16-3-11-es adományvonalon keresztül. Én azt gondolom, hogy ez egy óriási segítség az, hogy most ezek a gyermekek, akik ide járnak a mi iskolánkba és az óvodába, azok ezekkel a laptopokkal és tablettekkel otthon is el tudják sajátítani azokat a tanórákon végzett feladatokat, amiket eddig nem tudtak, mert sajnos nekik nem volt otthon ilyen. Ez egy óriási segítség nekik, és az, hogy haza is vihetik ezeket, és tényleg otthon ki tudják próbálni. Nem beszélve arról, hogy ez túlmutat majd azon, hogy később olyan képzéseken is részt vehetnek az itt ezeket az eszközöket használó gyermekek, amik később a munkavilágában is könnyebb elhelyezkedés fog nekik adni. Ezért is szervezzük azokat a képzéseket, ami főleg a digitalizációra vonatkozik, mert mi is látjuk, hogy ez a jövő, és azok a munkáltatók, akik kérik az ő segítségüket, vagy munkavállalókat alkalmaznának, azoknak már igenis kell tudniuk használni
készségszinten is akár egy laptopot vagy egy tablettet, és nem mindig elég az okostelefon, és azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos dolog, hogy itt már gyerekkorban is el tudják ezt sajátítani. A Paszabi általános iskolán kívül Ibrányban, Sényőn, Nyírmadán, Porcsalmán és Ófehértón is adnak át a következő napokban laptopokat, tableteket, drónt, robotot és 3D nyomtatót. Ne alkalmazzák az önkormányzatok és az önkormányzati cégek a túlóra szabályozásról szóló törvénymódosítást. Erre hívja fel a Jobbik a polgármesterek figyelmét. Az évi 400 óráig emelt túlóra minden gazdasági szereplőt érint, így az önkormányzatok is alkalmazhatják, közölte Jéke polgármestere. Kovács József kiemelte, ha bevezetnék a megemelt óraszámot, akkor 6 napossá válna a munkarend szinte minden héten. A képviselő testületek hozzanak egy határozatot, hogy nem alkalmazzák a jogszabályt. Egyben hívják föl az érintett cégek vezetőit, illetve a térségi egyéni országgyűlési képviselőjelöltjének a figyelmét is hívja föl, hogy mindent mozgasson meg azért, hogy a törvény hatályon kívül kerüljön. A közigazgatási bíróságok felállításával az eddig Nyíregyházán és a megyében folytatott eljárások Debrecenbe kerülnek, de helyi szinten továbbra is segítik a lakosságot a különböző ügyekben, hangzott el a Nyíregyházi Törvényszék sajtótájékoztatóján. A rendezvényen a 2018 májusától kötelező Európai Uniós adatvédelmi rendelet alkalmazásának eddigi tapasztalatairól, valamint a büntető eljárásokat érintő legfontosabb változásokról is beszámoltak. 2020. január 1-től az országban 8 regionális hatáskörű közigazgatási bíróság, mint elsőfokú bíróság kezdi meg működését. Erről a Nyíregyházi Törvényszék sajtótájékoztatóján számoltak be, ahol az is elhangzott, a régióban Debrecenben és Miskolcon alakulnak ilyen bíróságok, így 2019. december 31-ével megszűnik a Nyíregyházi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság. Az ügyekkel kapcsolatosan már 2019. január 1-ét követően most a múlt héten mi küldtünk meg olyan folyamatban lévő, illetve befejezett ügyeket, például kisajátítás adó ügyeket, amit már most 19-től a debreceni még közigazgatás és munkaügyi bíróságnak nevezett bíróság dönt el, mi erről az ügyfeleket tájékoztattuk. 2020. január 1-től pedig ugye nálunk megszűnik ez a bíróság, és a klasszikus munkaügyi ügyeket. Tehát például egy KFT-nek az alkalmazottja valami fegyelmi vétséget követett el, vagy egy munkahelyi balesetet szenvedett el, ezeket az ügyeket pedig törvényszéken fogjuk első fokon tárgyalni. A sajtótájékoztatón szó esett a 2018 májusában bevezetett új európai adatvédelmi rendeletről is. A törvényszék képviselői elmondták, egyelőre pont azok a legkevésbé tájékozottak a szabályozásokról, elsősorban a kis- és középvállalkozások, akiket a legjobban érint. Kiforrott gyakorlat még nyilvánvalóan nincs, az idő, még rövid idő telt el a hatályba lépése óta, de azt gondolom, hogy semmiképpen nem az lesz a cél, hogy a rendeletben feltüntetett nagyon magas összegű bírságok alkalmazásával ellehetetlenítse a hatóság a közép- és kisvállalkozásokat, hanem mindinkább ez a rendelet azt a célt fogja szolgálni, hogy jobban fognak tudni bízni az emberek a vállalkozásokban, mert úgy lesz kezelve az ő személyes adatuk, hogy biztonságban fogják azokat érezni. A tárgyalások nyilvánosságát illetően egy új kategóriát vezettek be, mondta el dr. Sörös László. A Nyíregyházi Törvényszék sajtószóvívője kiemelte, bizonyos esetekben a bíró megtagadhatja a felvétel készítésére vonatkozó engedélyt nyilvános tárgyalások esetén is. 2018. július 1-én lépett hatályba a büntetőeljárási törvénynek az a rendelkezése, mely szerint lehetősége van az adott ügyet tárgyaló bírónak hivatalból vagy indítványra korlátozni a nyilvánosságot, nem csak zárt tárgyalások esetében, hanem akkor is például, hogyha különleges bánásmódot igénylő személy élete veszélybe kerülne adatainak védelme érdekében. Ilyen személynek minősülnek például a 18 év alatti személyek, tehát egy gyermekkorú tanú, egy 17 éves gyermek kihallgatásánál lehet lehetősége van már a bírónak azt mondani, hogy erre az időre korlátozza a nyilvánosságot, tehát kép- és hangfelvétel nem készíthető a tárgyalásról, tájékoztatás nem adható az ott elhangzottakról. Dr. Sörös László hozzátette, újdonság az is, hogy a hallgatóság számának korlátozása nem eredményezheti a nyilvánosság tájékoztatásához való jogának sérelmét, így a hallgatóság létszámának meghatározásánál a sajtó elsőbséget élvez.
Már 4000-nél is több állat köszönheti az életét a PCAS Állatmentő és Környezetvédő Egyesületnek. A szervezetet utcakutyák mentésére alapították, azzal a céllal, hogy az állatok ne kerüljenek be a gyepmesteri telepekre, és hogy tehermentesítsék az állatmenhelyeket. 2010-től a fő célkitűzésük a gyepmesteri telepekre került kutyák megmentése. Kitartó munkájuknak eredménye, hogy több telepen is megszűntek a hivatalos altatások. 2000-ben alapították a PetsCare Állatmentő és Környezetvédő Egyesületet, mely elsősorban azt a feladatot tűzte ki célul, hogy begyűjtsék az utcán kóborló állatokat. Ezzel egyszerre tudták valamilyen szinten tehermentesíteni az állatmenhelyeket, és megmenteni a kutyákat a gyepmesteri telepekről. Gyepmesteri, rendészeti vagy sintér, több megnevezése is van azoknak a telepeknek, ahonnan a PCAS menti az állatokat. Ezek nem állatmenhelyek, a kóbor kutyák begyűjtésére jöttek létre, majd ezeket az állatokat egy 14 napos időkeret után elaltathatják, közölte Vidra Betty 35 perc című műsorunkban. Én is úgy voltam vele, mint nagyon sokan magánemberek is, akár vagy nagyon sok állatvédő, hogy nem merünk szembenézni a problémával, mert túl kevésnek érezzük magunkat hozzá, hogy meg tudjuk oldani. És ez a félelem tartott vissza attól, hogy én erre a területre belépjek, ez megnyíljon előttem, és megnézem a valóságot. Viszont 2010 év végétől megállíthatatlan folyamat indult el, és onnantól kezdve nem csak hogy egy, hanem számtalan gyepmesteri telepet megpróbáltunk feltérképezni, segítséget nyújtani, fejleszteni, állatvédelmi céloknak megfelelően humánus működésre rábírni. Természetesen ehhez nekünk megvan a folyamat ábránk, illetve a segítségnyújtásunk, a preventív megoldások. Tehát igyekszünk nem a fellegekbe beszélni, hanem ahova szeretnénk segítséget nyújtani, vagy ahol probléma van, ott szeretnénk hatékonyan segíteni. Vidra Betty az egyesület elnöke először 2010-ben járt gyepmesteri telepen. Az önkormányzati üzemeltetésű telepekkel rugalmasan tud tárgyalni a szervezet. Nagyobb problémába ütköznek a gazdasági alapon működő gyepmesteri telepekkel, amikor az állatvédelmi szempontokat akarják érvényesíteni. Pedig az állatvédelmi törvények a gyepmesteri telepekre is érvényesek, ezzel sokan nincsenek tisztában. A PCAS Egyesület nem csak a megyében tevékenykedik, éppen ezért több szervezettel vannak kapcsolatban és működnek együtt velük. Mi nagyon nagy hívei vagyunk az összefogásnak és az együttműködésnek, akár az önkormányzatokat nézem, vagy a gyepmesteri telepeket, akár az állatvédő szervezeteket, tehát más szervezetekkel is nagyon szívesen együtt dolgozunk, segítjük a munkájukat a mi tapasztalati tudásunkkal, illetve elfogadjuk azokat a területeken, ahol mi nem vagyunk járatosak dolgokban, akkor az ő tudásuk segít nekünk a tovább lépésben. És én nagyon fontosnak tartom 2019-et ilyen téren. Ki fogunk jönni egy új weboldallal, ami a magyar lakosságnak nagy mértékben segítséget fog nyújtani, és remélhetőleg az önkormányzatoknak is a probléma megoldásban és kezelésben, illetve az információ összegyűjtésben egy helyre, mert a tavalyi évet nagyon-nagyon kemény statisztikai és adatgyűjtési munkával végeztük és zártuk, és ennek a statisztikai feldolgozás, illetve az adatfeldolgozása folyamatban van, és idén ez nyilvánosságra is fog kerülni. Ez a weboldal szól majd a gyepmesteri telepeknek, és azoknak az állattartóknak is, akiknek elveszett a kutyájuk, vagy akik örökbefogadáson gondolkodnak. Vidra Betty szerint a felelős állattartás a legfontosabb prevenció annak érdekében, hogy ne legyenek tele sem a gyepmesteri telepek, sem az állatmenhelyek. A PCAS minden hónapban gyűjt tápadományt, valamint több külföldi anyagi segítséget is kapnak a mentési és állatkórházi költségek kiegyenlítésére, valamint ezek fedezik a havi 2-3 ezer kilométernyi utazásaikat is. A hazai támogatás csekké lenne a működésük fedezésére, viszont a felajánlott adó 1%-ok nagyban hozzájárulnak a feladataik elvégzéséhez. Ismét a disznóságoké lesz a főszerep a Múzeumfaluban február 16-án. Ekkor rendezik meg ugyanis a második nyírségi disznótoros fesztivált és a 18. nemzetközi böllérversenyt. A program célja, hogy bemutassák a régmúlt hagyományait és a különböző tájegységek gasztronómiai sokszínűségét. Nyíregyháza nagy programjainak listájára felkerült a disznótoros fesztivál is. Az egész napos programra a belépő 500 forint, és ugyanennyiért kóstolójegyeket is lehet vásárolni.
Ezzel nem csak különleges gasztronómiai kalandra hívják az ízek szerelmeseit, cél az is, hogy bemutassák a fiatalabb generációnak a régi hagyományokat. Maga a disznóvágás a régi Magyarországon az egy nagyon fontos családi, egy nagy családi esemény volt. Téli hónapokra egyrészt biztosított megfelelő érelmet, másrészt pedig a lefüstölések, lesózások következtében ugye főleg a szalonnára és a különböző olyan csülökre gondolok, amelyet később ettek meg a különböző ünnepeken, biztosította a létfenntartást. Na most a modern változó világunkban, amiben mi még belenőttünk falvakba, azt a mostani városiak gyerekek nem látják. Én tavaly is láttam már az embereken, főleg az idősebb korosztályon, hogy ilyen nosztalgiával szemlélik, és sokan kijöttek magára a szúrásra is, és az meglepő volt, de örültem is neki, hogy nagyon sok apuka kijött a gyerekeivel, hogy lássák azt, hogy hogyan történik legalább egy ilyen. Ezen hagyományok bemutatására pedig a Sóstói Múzeumfalu a legautentikusabb helyszín. 150 kg-os orvosi vizsgálaton átesett mangalicákat fognak szúrni reggel 7 órától, a programok pedig este 6 óráig szórakoztatják majd a kiérkezőket. A nap főprodukciója a tervek szerint egy 2 órás zene-express show lesz. Az előző évek hagyományaihoz híven idén is díjazzák az elkészült hurkát, kolbászt, toroskáposztát és fogópálinkát, valamint értékelik a csapatmunkát is. Többnyire cégek és baráti társaságokból tevődik össze egy-egy csapat, különböző fantázia neveken, tehát így nagyon nem lehet meghatározni. Határon túlról van jelzés, hogy Kaplonyból, és még egy nem beazonosított településről fog érkezni csapat, illetve azért nincs beazonosítva, mert több településről, külföldi településről állnak össze, és még nem tudják, hogy kinek a nevében fognak indulni, tehát ezt azért nem szeretném mondani. De egyébként a térségből tevődik össze a csapatoknak az összeállítása. Tavaly 11 csapat jelentkezett, idén közel 20-ra számítanak a szervezők. Turisztikailag is fontos a térségnek a rendezvény. Tavaly a közel 10 000 kilátogató közül az egyik tombola nyereményt például Győrbe vitték haza. A nagy érdeklődésre való tekintettel minden csapatnak kötelező biztosítani 200 fő kóstoltatását, néhányan azonban közel 1000 adagot is bevállaltak. Február 12-éig még jelentkezhetnek csapatok a főzésre, a kilátogatók pedig február 16-án szombaton kóstolhatják majd az elkészült finomságokat. A szervezők térképpel segítenek majd a múzeumfaluban való tájékozódásban, és melegedő pontokkal készülnek a hideg ellen. Es ugrással indította a fedett pályás szezont Bakosi Péter. A glasgowi Európa-bajnokságra készülő atléta a Nyíregyházi Egyetem csarnokában ugrott idén először versenykörülmények között. A viadalos súlylökésben elindult az olimpiai kerettag diszkoszvető Szikszai Róbert is. Már régi hagyomány a magyar atlétikában, hogy az év elején a Nyíregyházi Egyetem csarnokában indul a fedett pályás szezon. Így volt ez az idén is, az elmúlt vasárnap 11 és 13 éves fiatalok számára rendeztek régiós viadalt, mellette versenyen kívül idősebb atléták is rajtozáltak különböző számokban. Az U11-es és U13-as korosztályban 17 egyesület versenyzői mérték összetudásukat. Elég nagy az érdeklődés, hiszen Budapesttől kezdve Kecskeméten át, Gödöllőn keresztül elég sokan voltunk. Nem tudom a pontos létszámot, de szerintem 100 fölött van a versenyzői létszám. És hát ami érdekesség ennek a versenynek, hogy valóban az első, és hát a fedett pályás versenyidőszak kezdetét vette, 2 hét múlva már az újoncok, serdülők országos bajnokságon vesznek részt, és ez a verseny tulajdonképpen arra jó, hogy a hosszú alapozási időszak munkájának eredményét megnézzük, illetve felkészüljünk a fedett pályás országos bajnokságokra. A diszkoszvető Szikszai Róbert súlylökésben indult el a versenyen. Mivel az idei világbajnokságot a megszokott nyári időpont helyett ősszel rendezik Katarban, míg a felkészülés elején tart a 65 méteres VB egyben olimpiai kiküldetési szintet megcélzó atléta. Most még az erősítő állapotban tartunk, versenyezni valószínűleg a téli magyar bajnokságon fogok, utána pedig majd április-május körül kezdek. Edzőtábort is most készül, tervezzük április elején, április végefele, hogy ott kerüljek először is csúcsformába, ahol ugye szintet kell teljesíteni, ugye már egyben olimpiai szint is lenne, hogyha a VB szint sikerül, és utána tudnám nyugodtan készülni az ősz VB-re.
A magasugró Bakosi Péter több héten keresztül készült Németországban Kis Tamás edző irányításával. A 210 cm-ig jutó nyíregyházi atléta célja az volt, hogy versenykörülmények között tesztelje átalakított nekifutását. Ez az első verseny az arról szólt, hogy a nekifutásomat rakjuk rendbe. Ez Tamás is figyelmeztetett erre, hogy egy 2-3 versenyt fog rá kelleni, még úgy nagyjából be fog állni ez az új nekifutás. Ezt én is éreztem most a versenyen, mivel sokkal nagyobb frekvencián futottam, mint eddig, és a végét nem igazán sikerült összeraknom. Én egy picit többre reménykedtem, egy olyan 15 környékére, de úgy gondolom, hogy ez se probléma, hogy 2-10-zel kezdtem az idényt, mivel tudom azt, hogy mik a hibáim, mi az, amit még javítanom kell, mire kell még több hangsúlyt fektetnem. Bakosi Péter 5 versenyt tervez a fedett pályás szezonban. Az 5. a glasgowi Európa-bajnokság lenne, amennyiben az előző 4 versenyen sikerül megugrania a 226 cm-es kiküldetési szintet. Győzelemmel kezdett az Australian Open-en Fucsovics Márton. A nyíregyházi teniszező az első fordulóban a világranglista 68. helyén álló spanyol Albert Ramos Vinolást verte 6-3, 6-4, 6-7, 6-3-ra. Fucsovics a következő körben a ranglistán 12. horvát Bornát Csorić ellen lép pályára Melbourne-ben. Most pedig híradónk végén nézzük legfontosabb híreinket még egyszer röviden. A Minden Gyermek Lakjon Jól alapítvány kezdeményezésének célja, hogy a leghátrányosabb helyzetű települések lakói digitálisan felzárkózzanak a szerencsések körülmények között élőkhöz. Ez különböző digitális eszközöket kapnak az oktatási intézmények. Többek között laptopot, iPad-et, drónt, vagy a játékos angol tanulás is lehetővé tevő robotot. A programhoz csatlakozott a Paszabi Általános Iskola is, ahol hosszú távon erre épülő képzéseket is indítanak majd. A közigazgatási bíróságok felállításával az eddig Nyíregyházán és a megyében folytatott eljárások Debrecenbe kerülnek, de helyi szinten továbbra is segítik a lakosságot a különböző ügyekben. Hangzott el a nyíregyházi törvészék sajtótájékoztatóján. A rendezvényen a 2018 májusától kötelező Európai Uniós adatvédelmi rendelet alkalmazásának eddigi tapasztalatairól, valamint a büntető eljárásokat érintő legfontosabb változásokról is beszámoltak. Több gyepmesteri telepen is megszűntek a hivatalos altatások a PCAS Állatmentő és Környezetvédő Egyesület kitartó munkájának köszönhetően. A szervezet az elmúlt 8 évben több mint 4000 állat életét mentette meg. A szervezetet utcakutyák mentésére alapították, azzal a céllal, hogy az állatok ne kerüljenek be a gyepmesteri telepekre, és hogy tehermentesítsék az állatmenhelyeket. Önök a Kölcsey Televízió iradóját látták január 15-én kedden. Friss hírekkel legközelebb holnap este várjuk majd önöket, tudósításainkat pedig addig is internetes oldalunkon elérik. Én munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra! Holnap enyhe időre van kilátás, a szél is megerősödik. Meleg front hatására átmenetileg nedvesebb és több fokkal enyhébb levegő áramlik térségünk fölé. Az éjjeli órákban közepesen és erősen felhős időszakok váltakoznak. Gyenge havazás, havas eső, eső egyaránt előfordulhat. A délnyugati szelet több felé élénk, néhol erős széllökések kísérik. Reggelre általában 0 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben gyakran lesz erősen felhős az ég, de napos időszakokra is számítani lehet. Eső, zápor főként a nap első felében valószínű. A nyugati szél eleinte még élénk, néhol erős lesz, majd napközben mérséklődik a légmozgás. Délutánra 4 fokig emelkedik a hőmérséklet, melegfronti hatás van térségünkben. Csütörtökön felhős, a szélvédett területeken ködös maradhat az idő, de számottevő csapadék napközben nem valószínű, majd késő estétől egyre több felé számíthatunk eleinte inkább esőre, majd pénteken délután tormán havazásra, hószálingózásra. A következő napokban kevésbé lesznek csípősek az éjszakák. Kezdetben kissé erősödik, majd a hétvégétől ismét gyengül a nappali felmelegedés.